Az 1840-ben épített kurdi tájház hű betekintést ad a svábok egykori életébe, mindennapjaiba. A tájház egy korábbi polgármester Cser István ötletei, elképzelései alapján készült, az egykori pap Béla atya segítségével. Maga a helyszín az megvolt, hiszen ez az épület ez az 1840-es években épült. Valamikor egyébként maga ez a rész volt a plébánia, de időközben a kurdiak újat építettek, és az új mellett ez a melléképület maradt meg a mostani tájháznak. Egyébként kántorlakás volt, a kialakítását tekintve kialakítottunk egy tiszta szobát, az előszoba mögött pedig van egy füstös konyha, ez pedig maga a konyha rész. Maga a tárgyakat, azokat a polgármester és az akkori plébános kérésére a település lakói hozták össze, adták össze pontosabban, így a bútorok, a különböző edények mind a település főképpen padlásairól származnak. Mind a népviseletre, mind pedig a használati tárgyakra jellemző a sokszínűség a különféle településekről, egykor kultra érkező sváboknak köszönhetően. Én magam tehát nem tudnék olyan pontosan rámutatni egy-egy tárgyra, hogy melyik az, amelyik biztosan német tárgy, de az egész biztos, hogy annak idején a kitelepítéskor az akkori emberek, a kitelepítettek 25 kg-os csomaggal mehettek el a településről, tehát nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy itt a tárgyak nagy részét ők hagyták itt. A kurdi népviselet elég sokrétű. Ennek az oka pedig az, hogy a településre érkező németek javarésze 1765-ben érkezett, akkor 15 család. Ők a mai Frankfurt, Hessen környékéről érkeztek, tehát az ottani népviseletet hozták. Viszont ő rajtuk kívül 1790-ben még nagyon-nagyon sok ember érkezett a településre, ugyanis ebben az évben egy nagy tűzvész volt, ahol a település kétharmad része leégett. Kurd település büszkesége, hogy a 2019-es nemzetiségi Sommerfest szépségversenyének nyertese egy helyi lány, Faragó Mirjam volt. Nagyon-nagyon fontos és úgy gondolom emlékezetes számunkra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonyának lánya, Faragó Mirjam indult ezen a rendezvényen, és ott a szépségverseny kategóriában első helyet ért el. A ruhákat, melyeket a rendezvényen viselt, a német Tereza Raus küldte Mirjamnak Németországból. Dobozokban küldte el a ruhákat, Mirjamra csodák csodája, ezek pontosan ráillettek. A néni ezeket a ruhákat a kinti magyaroktól, akik elég erőteljesen évekig tartották a kapcsolatot egymással, és tőlük kapta. Ott kint tehát az volt a megszokás, hogy a Magyarországról kitelepítettek, egymásnak adták a ruhákat, amikor kinőtték, és sajnos ennek a Terezának már mostanra már nem volt olyan, akinek a ruhákat oda tudta volna adni, így elküldte Mirjamnak. Úgy gondolom, hogy a ruházattal együtt a nyelvjárások is valószínűleg keveredtek a faluban, tehát elképzelhető, hogy többféle dialektus beszéltek az itteni németek, akik egyébként nagyon nagy számarányban voltak, mert 1847 környékén volt a település a népesedés csúcsán, mármint kurtelepülés, akkor az 1906 főből több mint 1200 ember német ajkúnak vallotta magát.